Emlékről. Ez a Klimiklubnak a harmadik állomása, és ma, mint a Facebookon is, illetve a meghívón is láthattátok, ma az egyik legnépszerűbb, ha épp nem a legnépszerűbb skandináv krimi szerzőről fogunk beszélni, Jó Nesbø egyik könyvéről, és természetesen az, amit apropójából ma itt vagyunk, hogy nemrég jelent meg a Szomjúság című könyve, ami az író 11. a helyi horsorozatnak a 11. kötete. Beszélni fogunk még az egész Harry Hall sorozatról, és a Hóember című filmadaptációról is. Ami nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat Dobosi Bea, a szerkesztő műfordító, aki azt gondolom, hogy ma Magyarországon a Jó Nesbø művének talán a legavatottabb ismerője. Szeretném először pár mondatot mondanám magadról. Én is köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan el tudtatok jönni. Most egy előre elnézést, de mindenkit tegezni fogok ilyen skandinávos megoldással, úgyhogy ezt nyugodtan tegyétek meg viszont is. Dobosi Bea vagyok, és én szerkesztem a Jó Nesbø könyveket. Egészen pontosan én a Polisnál vettem át ennek a sorozatnak a szerkesztését, és a sorozaton kívüli köteteket is szerkesztem azóta. Azt megelőzően nem dolgoztam az Animus kiadónál, tehát ennél fogva nem is nagyon tudtam ezekkel a könyvekkel foglalkozni, és a munkatársam szerkesztette őket, aki aztán később átadta nekem a stafétabotot, mert bokros teendői miatt nem tudta tovább vállalni, és azóta én tartom kézbe ezt a sorozatot. A Fejvadászok kivételével valamennyit Petrikovics Edit fordította. Szerettem volna, hogyha az ő neve azért elhangzik, mert azt hiszem, hogy nagyon megérdemli, hogy beszéljünk róla. És hát ami rólam még érdekes lehet, az annyi, hogy nem csak Jó Nesbøvel foglalkozom, hanem több skandináv krimi írónak a műveit is szerkesztettem, illetve fordítottam. Majd így érintőlegesen azok is elő fognak kerülni a beszélgetés során. Természetesen alapvetően Nesbøről lesz szó, és azon belül is a Szomjúságról, de azért majd igyekszünk egy kicsit tágabb kontextusba is helyezni ezeket a kérdéseket, amennyire lehet. Az elején két dolgot szeretnék még mondani, hogy mindenki talált a székén egy kvíz, amit ha kitöltenek, a végén összegyűjtünk, és ki fogunk sorsolni három ilyen kis csomagot. Tehát bátran mindenkinek ajánlom, hogy töltse ki ezt a kvízt. A másik pedig, hogy örömmel fogunk fogadni mindenféle kérdést, és bátran tegyétek föl, amikor eszetekbe jut, illetve éppen olyan témáról beszélni fogunk. Az első kérdésem a Szomjúsággal lenne kapcsolatos, hogy ugye már ez a 11. kötet ebben a sorozatban, és sokan már több kötettel korábban beszéltek arról, hogy esetleg kifáradt a sorozat és a főszereplő. Ez tényleg, hogy mennyire tudta tartani az író a színvonalat, amit ugye tőle elvártunk. Neked tetszett ez a legújabb rész, tehát maga a Szomjúság, vagy tudott-e nekünk olvasóknak mutatni újat Harry Hall? Ez a kérdés egyébként annyira jogos, hogy nem csak te tetted most fel nekem, hanem az író Jó Nesbø is feltette saját magának egy 2017. februárban megjelent internetes írásán, ami egyébként a Penguin honlapján olvasható, és ő is pontosan így fogalmazott, hogy vajon tud-e ő még valami újat mondani a hőséről, Harry Hulléről, illetve csavart egyet a dolgon, és nem kevés önkritikával azt is megkérdezte, hogy vajon nem csak azért ír egy újabb Harry Hull történetet, mert tudja, hogy a Harry Hull név a borítón valószínűleg széles rétegek érdeklődését fogja felkelteni. És azt válaszolta a saját kérdésére, hogy ugye az elmúlt 10 kötetben alkalma volt jó alaposan megismerni a hősét, belelátni az ő élettörténetébe, múltjába, gondolat és érzelemvilágába, és kicsit már úgy érzi, hogy jó barátja tulajdonképpen Harry Hulle, és egyébként ezt a dolgot így személy szerint is meg tudom erősíteni, mert nem csak az írók vannak ezzel így, hanem mi műfordítók és szerkesztők is a sorozatainkban szereplőket egy idő után már tényleg szinte barátainknak és családtagjainknak tekintjük, tehát rengeteg dolgot tudunk róluk, a szemük színét, a hajuk színét, a kedvenc szófordulataikat, hogy milyen kajákat szeretnek, mitől van jó kedvük, rossz kedvük, hol dolgoznak, párkapcsolati válságban vannak-e, fogyókúráznak-e, vagy hogy esetleg gondjaik vannak-e ugye az alkohollal. És hát nyilván mondja Nesbø, most őt idézem, hogy az ember nem unrá a barátaira.
Tehát őt továbbra is érdekli Harry Hule, illetve az ő sorsa, hogy mi lesz vele, vagy hová vezet az útja. Úgy fogalmazott, hogy számára az lenne a végkezdete, hogyha egyetlen egyszer is leírna bármit Harry Huléról, amit nem az érdeklődés motivál. Viccesen azt a hasonlatot hozta rá, hogy ez olyan lenne, mintha kötelességtudatból bújna ágyba a párjával. És úgy érezte, hogy neki még van mondani valója Harry Huléról. Azt is elmesélte, hogy rendszeresen megpróbál eltávolodni ettől a figurától és ettől a világtól, mert hát azért Harry világa elég komor és sötét. És hát nyilván senki nem szeret egy ilyen komor és sötét világban bent ragadni, de ahányszor eltölt egy kis időt a napfényen, mindig úgy érzi, hogy visszavágyódik Harrynak a melankóliájához, és az ő depressziójához időnként, talán ez a legjobb szó itt. És én azt gondolom, hogy nem csak te, és nem csak UNESCO-ból gondolkodott el ezen, hanem nagyon sokaknak volt egy ilyen aggodalma, hogy vajon mit tud nyújtani nekünk ez az új kötet, hiszen magyarul ugye 2008 óta jelenik meg ez a sorozat, minden évben jött is egy vagy kettő, talán a 2009-es év volt a kivétel, most én nem tudom pontosan, és a lényeg az, hogy 2013-ban megjelent a Polisz, ugye a 10. kötet a sorozatban, és akkor nagyon úgy érezhettük, hogy most így el fogunk búcsúzni Harry Hulétól, vége van ennek a sorozatnak, lezárult a széria, és aztán jött egy hosszabb szünet, ugye 4 év, hát most már 2017-et írunk most, hogy itt van a szomjúság. Persze az író egyébként nem tétlenkedett ez alatt a 4 év alatt sem, mert írt 3 köteten kívüli, vagy a sorozaton kívüli kötetet. Ugye 2014-ben jelent meg a fiú, 15-ben pedig a 2 kis regény, a Véra Avon és a Fehér Éjszaka. És hát itt mindenki nagyon várta, hogy most Nesből meg tudja ugorni azt a lécet, amit saját magának jó magasra felrakott az előző 10 kötettel, és hogy tud-e valami újat mondani nekünk, esetleg meg tud-e újulni hozzá az elvárható szintet, vagy esetleg túl is tud lépni azon. Itt most a kötet ismeretében én azt gondolom, hogy a szomjúságban megtalálható minden jellegzetessége Nesbőnek, amiért mi szeretjük őt. Ugyanígy kaptunk egy nagyon bonyolult és szövevényes cselekményt, ami tele van fordulatokkal. Nagyon jól működnek ugye a félrevezetések a történetbe. Én megszámoltam, kb. 4-szer jártam rossz nyomon, és gyanúsítottam tök ártatlan embereket gyilkossággal. Tehát ezek itt beváltak, hogy itt terelgetett a megfelelő irányba. Ugyanúgy benne van az a fajta társadalomkritika, vagy társadalmi háttér, amit már megszoktunk a korábbi kötetekből. Benne van mondjuk Oszló részletekbe menő leírása, amikor azt is megtudjuk, hogy melyik negyedben milyen ingatlanárak vannak éppen, vagy hogy melyik negyedben kik laknak, ugye középosztálybeliek, munkások, bevándorlók, és ha már kimondtam a bevándorló szót, azért ilyen kis finomságok is el vannak hintve a regénybe, hogy itt ugye egy kebabos, ott egy török fürdő, amott az igazságügyi orvos szakértő hijabot visel, tehát hogy ezért megvan ez a fajta realitása a történetnek továbbra is. Illetve nagyon jó a szimbólumok alkotta háló a háttérben, amit szintén megszoktunk a szerző korábbi műveiben. A szomjúság és a vér, ugye, mint alapmotívumok, de ezekről fogunk majd még beszélni. Illetve például ott van a féltékenység motívum, ami át meg átszövi az egész cselekményt. Ugye kezdve onnan, hogy Harry és Rákel nagyon sokat beszélnek a féltékenységről, mint olyanról. Ugye az egyik főszereplő a pszichológus szakmai féltékenysége, ami egy nagyon komoly mozgatórugója a cselekménynek, szintén gyakran előfordul. Ott van abban, hogy nagyon sokat utalnak Shakespeare Otellójára, ugye, ahol szintén a féltékenység egy központi motívum, vagy akár a Jealousy Bar nevében, nem tudom, hogy valakinek ez feltűnte, hogy miért hívják így ezt a bárt, ahogy, hát nyilván nem véletlenül, mert ugye Nesbőnél minden jelent valamit, tehát hogy így nincsen semmi véletlenül ezekben a történetekben. Vagy akár az állathasonlatok, amik ugye nekem a nagy kedvenceim. Hát a Vörösbe egy komplett madártani lexikont kaptunk a kezünkbe konkrétan. Itt most ugye a vízibivaj, meg az oroszlán, meg a tigris játsza a főszerepet, meg a majom, de vannak halas hasonlatok is, tehát itt lehet ezekben is topzódni, hogyha valaki egyszer ilyen szemmel végigolvassa ezt a történetet. Ami az én személyes véleményemet illeti, én nem éreztem óriási minőségi zuhanást az első 10 kötethez képest. Én azt el tudom fogadni, hogy vannak esetleg a regénynek gyengeségei vagy hibái, sőt azt is el tudom fogadni, hogy nem ez a sorozat legkiemelkedőbb darabja, de hát ugye mondjuk egyrészt nincs olyan sorozat, aminek minden darabja egyformán jó. Tehát az nem létezik, hogy valaki ír 10-11 kötetet és mind tök egyformán jó, tehát óhatatlan, hogy legyenek jobban sikerült darabok, meg kevésbé jól sikerült darabok, meg nyilván nagyon egyénfüggő is, hogy kinek mi tetszik, vagy mit, milyen paszban van az ember, amikor olvassa, vagy melyik téma szólítja meg őt jobban, melyik kevésbé.
Illetve hát ugye egy sorozatban nem lehet minden darab a legkiemelkedőbb, mert azzal a kiemelkedő fogalma veszíteni tulajdonképpen értelmét. De így mindezek ellenére és mindezekkel együtt, amiket elmondtam, én azt hiszem, hogy a szomjúságnak méltó helye van a Harry Hule sorozatban. De természetesen elfogadok az enyémtől eltérő véleményt is, hogyha valaki nem így gondolja. A korábbi egyik krimi klub alkalmával beszélgettünk arról, hogy a skandináv krimi sikerének egyik titka az lett, hogy a szerzők nagyon jól ötvözik a három klasszikus krimi műfajt, a rendkívüli képességekkel rendelkező nyomozó alakját, az úgynevezett kemény krimit, ahol maga a főszereplő nyomozó ugye a saját bőrét viszi a vására, illetve a rendőrségi legényt, ahol ugye egy rendőrségi nyomozó csapat munkáját követhetjük nyomon. Ez mennyire igaz Jónás Bőre? Ő követi ezt a vonalat, vagy eltér ettől? Abszolút. Tehát, hogyha most megnézzük egy kicsit közelebbről ezeket a komponenseket, amikről beszéltél, ugye adva van a klasszikus detektív történet, nyilván mindenki ismeri mondjuk Agatha Christie regényeit, vagy Sherlock Holmes, vagy a Sherlock Holmes-ot, ahol ugye a detektívek a kiemelkedő intellektuális képességeik, az analitikus logikájuk, az analitikus gondolkodások, a kérlelhetetlen logikájuk révén fejtik meg a bűncselekményeket, akár egy karosszékben ülve, ezért hívják őket armchair detektíveknek, akik igazából tényleg pusztán a gondolkodásukkal, a dedukció és indukció útján rá tudnak jönni arra, hogy ki volt a tettes. Ilyen volt már a Poe-nak az első novellája, ugye a Morgucai kettősgyilkosság, amit a krimi ősének szokás apostrofálni. Ott ugye arról van szó, hogy egy bezárt helyiségben elkövetnek egy kettősgyilkosságot, ahova se bemenni nem lehet, se kijönni nem lehet onnan, tehát gyakorlatilag teljesen abszurd az egész, valaki mégis elköveti ezt a bűncselekményt. És ugye adva van a detektívünk, aki kőkemény vas logikával kikövetkeztet, hogy ez mégis hogy volt így lehetséges. Nem mondom el a poént, olvassátok el, nem olyan hosszú. És hogyha megnézzük az ő utódaikat, ugye mondjuk egy Miss Marple, egy Poirot, vagy tényleg egy Sherlock Holmes, azt látjuk, hogy hát ugye az ő életük ritkán kerül veszélybe. Tehát ők ülnek egy szobába, és akkor ott szépen a emberismeretük révén, meg a logikai következtetéseik révén rájönnek arra, hogy hogyan történt ez a bűncselekmény, ki követte el és miért. Ugye minden krimiben erre a három kérdésre kell alapvetően választ adni, hogy ki volt az, miért csinálta, tehát az indíték, és hogy hogyan csinálta, ugye ez a modus operandi, hogy milyen módszerek követte ezt a gyilkosságot. És hát nyilván ahhoz, hogy erre ezek a klasszikus detektívek képesek legyenek, ahhoz kiemelkedő intellektuális képességekkel kell rendelkezniük, és meg kell látniuk olyan apró részleteket, amiket más nem vesz észre, le kell vonniuk olyan következtetéseket, ami másnak nem jutna eszébe, illetve hát olyan logikával kell rendelkezniük, ami képesre teszi őket erre a feladatra. És ehhez képest mondjuk ugye a modern krimikben pedig hát a főhős gyakran a vására viszi a bőrét, ahogy fogalmaztál, és ahogy a szakirodalom általában fogalmaz, de náluk a kemény ököl azért munkaeszköz. És ha kell, akkor ütnek, és nem riadnak vissza a test elleni küzdelemtől sem. Na most ugye azt kéne megvizsgálnunk, hogy így Younesből mennyire érvényesülnek ezek a komponensek, hogy mondjuk Harry Hule fölötte áll a többi rendőrnek. Hogyha egyszer ilyen szemmel végigolvassuk ezeket a köteleket, akkor azért láthatjuk, hogy nagyon sokszor ő az, aki észreveszi azt a nyomot, amit követni kell. Nem is feltétlenül mindig konkrétumok alapján jut elő erre, hanem néha megérzések segítik abban, egyszerűen csak ráérez, hogy mi a helyes, vagy mi a helytelen megoldás az adott problémára, vagy az adott kérdésre. Egyébként neki van egy sajátos módszere is, most, hogy konkrétan a szomjúságra is utaljunk egy kicsit, mert mégiscsak arról akarunk beszélni. Itt ugye az újonc Anders Willernek kezdi el magyarázni, hogy ő hogyan szokott igazából dolgozni. Azt állítja magáról, hogy a tetthelyek beszélnek hozzá, és amikor ő belép egy tetthelyre, akkor próbálja megragadni azokat az illékony benyomásokat és gondolatokat, amelyek később aztán szerte foszlanak. Ugye nyilván az agyunkat percenként impulszusok ezrei bombázzák, és nem tudunk minden információt megjegyezni és feldolgozni. És ő megpróbálja, egyébként az álmokhoz hasonlítja ezeket, gondolom olyan élménye már mindenkinek volt, hogy reggel felébredt, tudta, hogy mit álmodott, fél órával később meg fogalma nem volt róla. És ő ehhez hasonlítja a munkamódszerét, ami hát szintén egy ilyen, nem tudom, intuitív módon való munkálkodás. Aznek, hogy mennyire
van ő fizikailag igénybe véve a nyomozások során. Ugye nincs szükség hosszadalmas bizonyítási eljárásra, elég csak végig gondolni, hogy hányszor és hányféleképpen sérült meg. Én nem tudnám felsorolni, hogy hányszor lőtték meg, késelték meg, folytogatták, próbálták vízbe folytani, kötözték meg. Nem tudom, a legdurvább talán, hogy elveszítette az egyik ujját, meg a fél arca szétszakadt. Tehát, vagy hát ugye, aki olvasta a szomjasságot, az tudja, hogy itt ennek a történetnek a végén is elég komoly fizikai igénybevételnek van kitéve. Próbálok nem spoilerezni, úgyhogy elnézést a világ nyelvért. Szóval ez sem könnyű, ez már-már így a hihetőség határát súrolja néha, hogy ember ezt kibírja egyáltalán. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy igen, itt tulajdonképpen mind a két dolog jelen van, amit kérdeztél. A harmadik pedig ugye a rendőrségi regény, aminek hát ugye az a lényege, hogy ezek a modern krimi szerzők próbálják minél jobban a valósághoz közelíteni a történeteiket, és bemutatják a rendőrség működését is. Tehát mondjuk egy klasszikus detektív történetben azért nincsenek helyszínelő csoportok, meg igazságügyi orvosszakértő, meg nem tudom, DNS vizsgálat, meg nem laboratórium, ahova be kell küldeni a szövet foszlányokat. Itt viszont ugye általában a modern kriminél, a skandináv kriminél és Nesbőnél is ugye egy rendőrségi nyomozó csapat dolgozik, és azok a módszerek, amiket ők alkalmaznak, az meglehetősen közel áll a valósághoz, tehát a valóságban is így működik a rendőrség. Azt konkrétan tudjuk, hogy Nesbő, amikor az első regényét, a Denevér embert írta, akkor tett szert ismerettségre a rendőrségnél, tehát neki vannak súgói azért, szóval nem magától ilyen okos, hanem megkérdezi, hogy fiúk, ez hogy megy mégis. És egyébként nem ő az egyetlen skandináv krimi író, akinek vannak rendőrségi kapcsolatai. Nagyon odafigyelnek arra, hogy minél reálisabban mutassák ezt be. Úgy eleve is a modern krimiben és a skandináv krimiben van egyfajta realizmus igény. Na most nyilván ezt nem kell dokumentarista igénynek elképzelni, mert hát ők azért fikciót írnak. Tehát egyszer azt mondta Nesbő, hogy az ő regényeiben a tényeknek a 95%-a felel meg a valóságnak. És akkor hát nyilván a maradék az írói fantázia terméke. És egyébként az is nagyon érdekes, most még így egy gondolat erről, hogy ugye Harrynak szoktak eszébe jutni ilyen zseniális gondolatok, hogy kéne megoldani egy-egy bűnesetet, hogy nem csak ő lehet az a nagy koponya, aki egyszer csak kitalál valami teljesen rendhagyó dolgot, hanem akárki a nyomozó csoportból. Engem most itt a szomjúságban nagyon meglepett, nem lövök le nagy poént, nagyon meglepett, hogy a történet egy sorsfordító pontján, ugye pont Truls áll elő valami olyasmivel, ami más irányba tereli itt a szálakat, pedig hát ő ugye nem a szorgos rendőri munkájáról és az erkölcsi köthetetlenségéről híres, hogy finoman fogalmazzak, tehát még akár ő is lehet az, aki átlendíti a történetet egy holdponton. Ezzel egyáltalán nem szektük meg, ami nem szekte meg Nesbő a szabályokat. Azt hiszem, válaszoltam. Szintén jellemző, az előző kérdést folytatva, a skandináv krimikre a társadalom kritika. Ez mennyire jelenik meg Nesbőnél, mennyire hangsúlyozza ki, szintén, mint a többi skandináv krimiknél, ahogy tudjuk olvasni? Itt megint érdemes egy kicsit visszakanyarodni a klasszikus detektív történetekhez, mert hogyha megnézzük az Agatha Christie vagy a Doyle-féle történeteket, akkor azért azt látjuk, hogy ott nem igazán boncolgatnak ilyen nagyon komoly társadalmi problémákat. Azok a regények egy kicsit is sterilek, vagy ilyen művi kulisszák között játszódnak, és nem pedig ennyire kőkeményen a valódi társadalomban. Ezzel szemben ugye a modern krimi szereti a kézzelfogható valódi dolgokat, és szereti a valósághoz közelíteni az eseményeket, viszont a társadalomkritika az leginkább a skandináv krimi hagyományban gyökerezik. Ugye eleve Skandináviában nagy hagyománya van a társadalomkritikának, és a skandináv krimi volt az, amelyik elkezdte tulajdonképpen a társadalomkritikát a krimibe beépíteni. Egészen pontosan a Majfővel, Pervahlő párosig kell visszamenni ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket a gyökereket. Ők baloldali aktivisták voltak, és egy 10 kötetből álló sorozatot írtak 1965 és 1975 között. Az volt a cím egyébként, hogy egy büntény története. De a lényeg, amiért ezt az egészet mondom, hogy ők tudatosan és szándékosan úgy építették fel a sorozatukat, hogy egyre nyíltabb társadalmi állásfa és politikai állásfoglalást tegyen számukra lehetővé. Egyébként megkérdezték Junesbőt is arról, hogy ő mennyire érzi magát ennek a hagyománynak az örökösének, és ő azt mondta, hogy ha az ő regényeit összehasonlítjuk mondjuk a Fővel-Váhlő páros regényeivel, vagy akár Henning Mankell regényeivel, vagy Stieg Larsson regényeivel, nála a politikai elem nem ennyire hangsúlyos.
hogy őt sokkal jobban érdeklik az általános morális, az emberi létezés alapvető kérdései, például, hogy a gonosz létezik-e objektíve, vagy csak a cselekedeteinkben nyilvánul meg. És természetesen ott van a társadalmi háttér nála is, de hogy ez inkább csak arra szolgál, hogy hitelessé tegye az ő történetét. És ő inkább, tehát nem érdeklik annyira egy gyilkosságnak vagy egy bűnténynek a technikai részletei, hanem ő morális kérdésekre szeretne választ kapni. Pár évvel ezelőtt egyébként Nesbőt még az új Stiglassonként apostrofálták, ha már így szóba került a neve, aminek ő nem örült, tehát Nesbőnek egyáltalán nem örült, de aztán azt mondta, hogy sokkal rosszabb is lehetne a helyzet, hogyha Dan Brownhoz hasonlítanák, mert annak még ennyire se örülne. Természetesen mindent függetlenül Stiglasson érdemei elvitathatatlanak a krimi történetben, mert végül is ő érte el azt az áttörést, hogy a skandináv krimi világszerte ismerté vált, és ő indította el ezt a krimi hullámot, aminek mi tulajdonképpen most szemtanúi lehetünk, és ami talán UNESCO-ben látszik pillanatnyilag kicsúcsosodni, próbálok finoman, hogy óvatosan fogalmazni. És akkor én egy kicsit ellent is mondanék annak, amit Nesbø vallott a saját regényeiről, szép dolog vagy nem szép dolog, mindenféleképpen ezt fogom tenni. Mert ha végignézzük ezt a sorozatot, azért azt látjuk, hogy a társadalmi, ha nem is feltétlenül kritika, de háttér mindenhol ott van. Nem tudom, a denevér emberben ugye drogdílerek, prostituáltak és tricik szaladgálnak, a kísértetben és a megváltóban ugye az oszlói drogpiacról, vagy hát az oszlói drogosok életéről és helyzetéről olvashatunk. A Vörösbegy ugye a második világháborús múltat és napjaink neonáci mozgalmait mutatja be. A Leopardban ugye a rendőrségen belüli hatalmi harcok, a Poliszban szintén a rendőrségen belüli korrupció. Tehát, hogy így ott vannak ezek a dolgok a háttérben mindenféleképpen, és hogyha így konkrétan most a szomjúságot nézzük, ott is megtalálhatóak. Van, amikor periférikusak persze, tehát nem fejti ki az író, mondok példát. Tehát nem tudom, ott van például az uzsoráztatás, ugye, aki olvasta, azt tudja, hogy Mehmet Kalak és Daniel Banks történetében olvashatunk erről. Nincs kibontva, tehát így nem tudunk meg sokat, de azért ott van. Vagy ilyen apró, három bekezdéses jelenetek, amikor Katrine Bratt ül a rendőrségnek a tárgyalótermébe, és nézi a falra kirakott festményt, ami mesztelen fiatal fiúkat ábrázol. És akkor Katrine arra gondol, hogy igen, ez a festmény még abból az időből származik, amikor az emberek nem töltöttek meg mindent a lehető legrosszabb értelemmel, tehát magyarul senki nem gondolt semmi rosszra. Majd aztán ugye a mérleg másik serpenyőjébe is pakol Nesbøt valamit, és bebizonyítja, hogy az ő hőse is a jobbak az átlagnál, és Katrine gyorsan azt gondolja, hogy de igen, szerintem is pedofil volt ez a festő. Tehát ezért ezek a dolgok úgy ott vannak, és nem is mindig feltétlenül csak a norvég társadalom kritikája, hanem úgy a modern világ, vagy a modern társadalom kritikája, a mi kiüresedett és értékvesztett, vagy értékhiányos, vagy értékválságos életünk az, ami itt benne van. Vagy például, amit nagyon szeretne, ez is több regényben is benne van, a szomjúságban, és az ugye a média szerepe a közgondolkodásra, hogy mennyire befolyásolja azt, hogy mi mit gondolunk dolgokról, az, hogy tálalják nekünk azokat a dolgokat. Vagy a norvég fiatalság kiúttalansága és életundora, ugye amikor a újságíró főiskoláról értekezik, hogy igazából most már nincs semmi színvonal, mert hogy a fiatalok rájöttek, hogy teljesen felesleges végigülni egy főiskolát, teljesen felesleges küzdeni a jó jegyekért, itt a blogpiac, itt az internet, csinálok egy frankó videót, vagy írok egy tök jó blogposztot, és megkapom ugyanazt a figyelmet, mintha tanultam volna, és kaptam volna egy rovatot egy napilapnál, vagy képernyőre kerülök, vagy rádióműsorom lesz a rádióban. Tehát, hogy ezek a dolgok azért úgy ott vannak mindenhol, így akár elbújtatva, akár periférikusan, de azért ezeket megtalálhatjuk szerintem benne. Egyébként Nesbø még azt is mondta, hogy ő elsősorban szórakoztatni akar, és hogy szerinte politikáról beszélni szórakoztató. Hát most mindenki döntse, hogy szerinte ez mennyire van így, vagy lehet, hogy nem ismeri a magyar állapotokat, vagy nem tudom, de ő azt gondolja, hogy ez is része. Illetve azt is nagyon szereti hangsúlyozni, hogy azért ő nem egy az egyben képezi le a valóságot, hanem ezért abban, itt azért van tere a fikciónak tényleg. Milyen fontos szerepet tölt be a helyszín a Heli Hull sorozatokban, hiszen egyrészt a többség regény, ugye, vagy kötet az oszlóban játszódik, és ugye Heli Hull ott lakik, ahol az író. Bár azért fölteném ilyet a kérdést, ugye, hogy van olyan regény, amelyik nem oszlóban játszódik, hanem teljesen más kontinensen is. Ezzel jelenthet valamit az író, vagy a mi számunkra? Vagy van valami jelentőség ennek? Mindennek van jelentősége.
Igen, tehát ugye a Harry Hullás sorozat az úgy indul, hogy Harry Ausztráliában van, ez a denevérember, most kronológiailag az az első kötet nem megjelenés szerint. És írni is úgy kezdte az író, hogy akkor ő már egy éve dolgozott brokerként, és koncertezett a bandájával, és úgy nézett ki a napja, hogy reggel 8-ra bement dolgozni, ott volt a munkaidő végéig, kirohant a reptérre, felszállt egy gépre, lenyomott egy koncertet, aludt pár órát, a többiek pedig ugye bulisztak, majd felszállt egy repülőre, hazament, és bement dolgozni reggel 8-ra. Pedig ezt csinálta egy évig, és akkor így úgy érezte, hogy ő elfáradt. Hogy ő elfáradt, és kivett fél év szabadságot, és elruccant Ausztráliába fél évre, és a repülőgépen, tehát az Oslo-Sydney járaton fogalmazódott meg a fejében ennek az egész történetnek a gondolata, és elkezdett írni egy Harry nevű fickóról, aki Oslóból Sydneybe repül, becsekkol a szállodába, és így tovább, és így tovább. És ő ugye saját maga is elmondta, hogy tulajdonképpen ott kéz a kézben járt Harryval szó szerint, mert hogy Harry ugyanazokat a dolgokat csinálta, amit ő. És ebből is látszik ugye, hogy itt a helyszín, mondjuk ugye, ami Oszlón kívüli helyszín, hogy ezt gyorsan le tudjuk, aztán majd beszélek Oszlóról. Ezt a helyszínt is nagyon jól ismeri, tehát, és egyébként a második kötet, a Csótányok, ugye az Tájföldön játszódik, és ugyanez a sztori hozzá, hogy ő is ott volt, tehát Nesbø is ott volt Tájföldön, amikor Harry ott volt Tájföldön, és így együtt csinálták végig ezeket a programokat. Mindenesetre szerintem nagyon is előnyére válik a regényeknek az, hogy ő ilyen jó helyismerettel rendelkezik. Azt olvastam valahol, hogy ez is ilyen kettő az egyben konstrukció, hogy kapunk egy krimit és beépítve egy útikönyvet tulajdonképpen. Mert ugye például, aki már az ausztráliás részről beszéltem, ott megismerjük a helyi szokásokat, az ausztrál benszülöttek hiedelemvilágát, mondavilágát, legendáit, és persze az alvilágot, ami hát ugye szükségszerű egy ilyen történetnél. És akkor ugye a Vörösbeggyel, még talán a Leopárd elején van Hongkong, meg egyszer valamikor eljutunk Afrikába is egy epizód erejéig, de lényeg az, hogy a Vörösbeggytől számítva vagyunk ugye Oszlóba. És most két dolgot akarok mondani, és azon gondolkodom, hogy melyiket nem fogom elfelejteni, mert a másikkal kezdem. Egyrészt megint szeretnék egy kicsit visszakanyarodni a klasszikus detektív történetekhez, csak hogy értsük, hogy miért olyan fontos a helyszín. Ugye azokra az a jellemző, hogy általában egy kis zárt teret választottak a szerzők, és ott mozgatták a szereplőiket, ott történnek az események, tehát mit tudom én, egy várkastély szobája, egy vonat, egy hajó, és egy adott számú ember, akik ott tartózkodnak a helyszínen, amikor a bűntényes nyomozás lezajlik. Ez egyébként egy nagyon régi irodalmi toposz, tehát ez nem új találmány, ezt nem a krimi írók találták ki. Ennek ugye megvan az az előnye, hogy véges számú szereplőt kell mozgatni, és véges számú viszonyrendszerünk van. Ami ugye nagyon praktikus, kvázi laboratórium körülményeink vannak, és csak arra kell odafigyelni. Viszont pont emiatt, amit az előbb is mondtam, hogy ilyen laboratóriumi körülmények között mozgunk, kicsit steril is az egész. Tehát a kulisszák is, meg a figurák is, és a modern krimi, ezen belül a skandináv krimi ugye elbúcsúzik ezektől a kulisszáktól, és átlép egy másik térbe, a nagyvárosba. És a nagyváros alvilágát mutatja meg nekünk, tehát a való világot, hogyha úgy tetszik, aminek ugye nagyon sok folyamánya van, például az, hogy megismerjük a nagyvilági gengsztereknek a nyelvét, tehát a szlenget, vagy a tolvajnyelvet, tehát van egy nyelvi vetülete is, illetve azt is lehetővé teszi, hogy a történeteket valós társadalmi és fizikai földrajzi környezetbe és térbe helyezze tulajdonképpen. És ezért fontos az, hogy a szerzők jól ismerjék azt a terepet, amin mozognak, és nem csak Nesbø csinálja ezt. Tehát aki más skandináv szerzőket is olvas, az látja, hogy például Camilla Läckberg fiábakkája is nagyon-nagyon plasztikus. Én egyébként pont nála volt az egyszer, hogy volt egy jelenet, amiben elég részletesen leírta, hogy a főhős végig megy az X utcán, ott mint a jobbra fordul, és akkor ott egy tér, ott egy szobor, a sarkon egy piros ház, és látni a tengert, és gondoltam, én ezt lecsakkolom. Egy életem, egy halálom, megnézem, hogy így van-e, és hát hála a Street View-nak, én ezt nagyon frankon még tudtam követni, hogy végig megy az X utcán, jobbra a tér a szoborra, a balra a piros ház szembe, tényleg így van. Úgyhogy, és ugyanígy mondjuk Nini Schulmannál, ugye Hackfoss, Åsa Larssonnál, Kiruna, Johan Theorinnál, Öland, tehát ezeket így le lehet frankon követni, hogy ők merre mozognak. És hát szokták mondani viccesen, hogy aki figyelmesen olvassa Nesbø regényeit, az tud rajzolni magának egy Oszló térképet, aztán amikor kimegy, akkor nagyon jól el van. Nem tudom, én még nem jártam Oszlóba, de hogy egyszer elmegyek, én ezt le fogom ellenőrizni, mert ez most már komolyan érdekel. És szóval a helyszín nagyon fontos, és természetesen Nesbøt is kérdezték erről különféle interjúban, hogy hát milyen az ő Oszlója.
két dolgot mondott. Egyrészt az, hogy neki nem szándéka az, hogy egy az egy beleképezze a valóságot. Azt mondta, hogy az ő oszlója az nagyjából 90%-ban felel meg a valós oszlónak, a maradék 10 az meg hát nyilván fikció, illetve azt is elmondta, hogy ugye oszló nagyon sokat változott az utóbbi időben, mert hogy most az ő szavait próbálom idézni, hogyha sikerül, hogy a múlt században még egy ilyen álmos kis falu volt Európa peremkerületén, aztán pedig hát ugyanolyan nagyvárossá fejlődött, mint sok másik, amiket ismerünk. És ez azt is jelentette, hogy az oszlóiaknak most már más típusú problémákkal kell megküzdeniük, ugye több bűnözés, prostitúció, kábítószer, stb. De én azért azt gondolom, hogy ezek krimik. Tehát nyilván ez van kidomborítva, hogy bűnözők élnek a városban. Én nem hinném, hogy Oszló ennyire borzalmasan bűnös város és rosszabb, mint az összes többi. Egyébként ebben az interjúban mondott adatokat, amiket én nem tudok fejből, mert nem vagyok jó számokban, de ijesztőek a statisztikák valóban. Igen, azt akartam még mondani, hogy valóban azt is nyilatkozta, hogy Harry abban az utcában lakik, ahol ő lakott, és a Schröder étterem is létezik, ahol kockásabb rosszon norvég specialitásokat lehet enni. Ki fogom próbálni, és köszönöm, hogyha eljutok. Hogy egy kicsit belemenjük a részletekbe, ugye Jónez Bőt már gyerekkorában is érdekelte az erőszak, illetve az erőszak elkövetője, mint ismert, hogy ő már iskolás korában ugye talán jagódtak, mert ugye kellett írni egy ilyen kis fogalmazást, egy szép nap az erdőben címmel írt egy ilyen névet, amiben kiderült, hogy a végén nem tért vissza senki az erdőből. És ezt talán jagódva írtak a kis jó szüleinek, hogy hát ezt így hogy beszéljék meg a kigyerekkel. Most ugye látjuk azt, hogy a könyveiben ugye rengeteg a véres részlet. Tehát ugye ebből is kifolyólag vagy ezen kívül. Ez mi a vélemény erről, hogy ez túlzásba viszi az író, vagy indokolt ez a sok véres részlet, vagy ez a sok elemzés ennek a történetnek? Igen, ez igaz, hogy őknek kiskorában is érdekelték a sötét történetek, szintén elmesélte egyszer valahol. Azt mondta, hogy náluk otthon a családjában, gyerekkorában mind az édesapja és mind az édesanyja olvasó emberek voltak. Tehát ha csak tehették, olvastak, és hát nyilván a példa ragadós volt, úgyhogy gyerekkorában ő is nagyon szeretett olvasni. És 7 éves lehetett, amikor egyszer így a családi könyvespolcról kiválasztotta William Golding a Legyek ura című könyvét, hogy már pedig az édesapja ezt olvassa fel neki. És saját bevallása szerint nem a kifinomult irodalmi ízlése mutatkozott meg ilyen fiatalon, hanem tetszett neki a véres disznófej, a karón, ami a borítón volt. És egyébként miközben hallgatta a felolvasást, arra gondolt, hogy sokkal jobban meg tudna írni ezt a sztorit, tehát szerénységgel nem kell vádolnunk a kis jút. Még azt is elmondta, hogy náluk otthon a családjában hagyomány volt a történetmesélés, tehát ők történetekkel szórakoztatták egymást, illetve nagyon szívesen mesélt az iskolatársainak is rémtörténeteket. De általában ő ilyetne a legjobban ezektől. Tehát, hogy ugye idáig gyerekkorjáig visszanyúlik a sötét és ijesztő történetek kedvelése. A másik dolog meg az, hogy most mennyire véresek vagy nem, vagy túl véresek ezek a történetek. Nyilván ugye a modern krimi és a skandináv krimi, ahogy mondtam, egy fokú realitás igénnyel dolgozik, és próbálok valami olyan példát mondani, ami könnyen megragadható. Hogyha megnézzük mondjuk a testábrázolást a klasszikus krimikben és a modern krimikben, ugye mondjuk egy Agatha Christie történetben a főhősök nem esznek, nem isznak, nincsen szaguk, nincsenek happy-eik, tehát ez úgy olyan semmik. Ehhez képest mondjuk, hogy egy skandináv rendőr izzad, szúvasodik a foga, töri a lábát a cipő, üdös a szája, van egy raplis gyereke, aki iskolaundortól szenved, és minden reggel össze kell veszni vele, hogy induljunk már el, fiam, mert el fogsz késni. Tehát, hogy ez így nagyon közel van a valósághoz, a legapróbb részletekig megpróbálják leképezni a valóságot, és hát mondjuk ehhez képest, hát egy gyilkosság az véres, szóval ezen nincsen mit szépíteni, ez véres, és ugye, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk közel kerülni a valósághoz, akkor a gyilkosságot az véresnek kell ábrázolni, vagy nem tudom. Én nem akarom eltagadni, mert biztos van ebben egyfajta hatáskeltési szándék, vagy mondok egy csúnyabb szót, hatásvadászat. Nyilván van. De én azt hiszem, hogy ez is hozzájárul valahogy ehhez a Nesmő univerzumhoz, amit mi szeretünk, hogy ez az igazi mocsok, tehát ennek a kendőzetlen leírása. Mert persze meg lehet nézni más skandináv krimiket, ha valaki mondjuk Camilla Läckbergt olvas, akkor azt látja, hogy ott nincs vér. Tehát ott hiányoznak az akciójelenetek. Tehát hogyha
úgy értesülünk a büntényről, hogy vagy a narrációból, vagy a szereplők beszélgetéséből egy utólag, tehát kicsit így megszépítve ezt az egészet. Most az, hogy ez túlzás-e vagy nem, hát ez egyéntől is függ, nekem magas a tolerancia küszöböm. Tehát én így nem borulok ki azon, hogyha véres jelenetről olvasok. Meg igazából egy jó krimiben mindennek van szemantikai funkciója, tehát semmi nem öncélú. Nem azért vérengzünk, mert vérengzeni olyan jó, tehát nem ilyen lárpúrlár, hanem valahogy az egész úgy van felépítve az összes véres és vértelen jelenettel együtt, hogy minden egy érvényes végső megoldás felé mutat. Tehát ilyen szerző manipulál minket, jó sokszor becsap minket, és mi ezt élvezzük valamiért. De a vége az mindig az, hogy az az egy darab megoldás van, és hogyha újraolvasod, vagy megnézed és végiggondolod, akkor rá kell, hogy jöjj, hogy igen, ez szükségszerűen van így, és minden út ide vezetett. Nem Rómába, hanem ide. Konkrétan, hogy ide kellett eljutnod. Nem tudom, hogy ki mennyire érzi véresnek. Én nem, de hangsúlyozom, ez egy egyéni vélemény. Egy kicsit ehhez kapcsolódik is ez a kérdés, hogy mi lehet rá valakit, hogy gyilkoljon? Tehát mi lehet ennek a pszichológiai háttere? Az idő ugye egy elég nagy hangsúlyt fektet ennek a gyilkolás művészetére. Igen, tehát ezben mindenképpen élen jár a válogatott kínzási és gyilkossági módszerek kieszelésében. Nekem a csúcsom úgy a Lipót almája volt a leopárda, tehát álmomban nem gondoltam. Nem mint, hogy sokat szoktam volna töprengeni más embereknek kínzásán és megölésén, de tényleg álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyet egyáltalán ki lehet találni, vagy ez létezhet. Ugye nem finomkodik, szóval az elég sok minden van ezekben. Igen, ez is egy skandináv krimi sajátosság, hogy azt keressük igazából, hogy miért. Miért lesz valaki ilyen, hogyan jut el valaki arra a pontra, hogy a bűn útjára lépjen, vagy akár az abszurdum gyilkosságot kövessen el. Azt szokták mondani, hogy a skandináv krimiben a bűntény sokszor csak ürügy, tehát nem mint, hogy maga a bűn elkövetés és a nyomozás. Egyébként Nesbø is ezt mondta, hogy a krimik alapvetően unalmasak. Van egy bűntény, amit felderítenek. Ez a krimi lényege. Viszont ugye a skandináv krimik alapvetően úgy néznek, hogy valóban ez a büntény és ennek a felderítése alkotja a cselekmény gerincét, de a szerzők felhasználják ezt arra, hogy mindenféle pszichológiai és társadalmi magyarázatokat keressenek arra, hogy miért lesz valaki gyilkos. És ezzel most ki is mondtam a két kulcsot, mert alapvetően két helyen keresik ezeket a magyarázatokat. Egyrészt az emberi pszichében, tehát az emberi psziché torzulásaiban és deformitásaiban, hogy milyen körülmények között nőtt fel valaki, milyen traumákat élt át gyerekkorában, nem tudom, alkoholista szülők neverték, verte az anyja, magára hagyták, cikizték a kispajtásai az iskolában. Sajnos nagyon széles a skála, tehát ezer millió oka lehet. A másik pedig ugye a társadalmi vonulat, hogy milyen társadalmi és gazdasági tényezők vezetnek oda, hogy valaki bűnözővé váljon, és hogy mennyire vonható egyáltalán felelősségre a társadalom azért, hogy valaki bűnöző lesz. És ez az a két hely, ahol megpróbálnak magyarázatot találni erre. És egyébként ez is még a Fővárváklő párosig megy vissza, mert náluk ugye a bűn elkövetés, az indítéka, az nagyon sok szállal kapcsolódott mindig a tettes vagy az áldozat társadalmi hátteréhez. Tehát valahol ott ez érdekelte őket, vagy ez is érdekelte őket, hogy hogyan és miért lesz valakiből bűnöző. Úgyhogy nem tudom konkrétan megmondani, hogy milyen pszichológiai okai vannak annak, hogy valaki bűnöző lesz, nagyon sokféle, azt gondolom, és ahány skandináv krimi annyit tárnak fel körülbelül nekünk, hogy mi az, ami idáig vezethet. Ebben a kötetben a szerző egy olyan jelenséget, a vámpirizmust jár körbe, ami valahol a pszichiátria, a kultúrtörténet és csak az ezotéria határán mozog. Ugye az író mindig hangsúlyozza, hogy ő egy fikciót ír, de talán ebben a kötetben távolodik el leginkább a valóságtól, vagy mégsem. És ehhez kapcsolódik mindjárt közvetlen kérdésem, hogy ugye az írónak, tehát ennek a kötetnek tényleg ugye nem szomjúság lett volna a címe, hanem ugye rámbrigés. Ez most valamiért, miért változtatok meg, vagy mi lehet ennek az oka? Először a kérdésed első felére, hogy igen, ezt is nagyon sokszor elmagyarázva, hogy ő nem szeretné, hogy az ő történetei valós megtörtént bűnesetekre hasonlítsanak, mert hogy ő fikciót ír. Neki ez a fix ideája, hogy ő fikciót ír. Tehát, hogy szeretné, tehát igen, ahogy azt már az elején elmondtam, hogy valóban ott van a valós társadalmi történelmi háttér, valóban van egy nagyobb kontextus,
de őt elsősorban nem ezek a dolgok érdeklik, ezek csak eszközök arra, hogy ő elmeséljen nekünk egy fiktív történetet, és hát nyilván szeretné hitelessé tenni ezt a történetét, autentikusra, és ehhez van szüksége a valóságra. Vallatták őt különböző interjúkban a műkeletkezés történetéről, és azt mesélte, hogy nem ezt kereste, valami teljesen mást, minden esetre a pszichológia legmélyebb bugyraiban kutakodott éppen, amikor teljesen váratlanul belefutott a Düsseldorf és a szakramentói vámpír történetébe, és akkor felkapta a fejét, hogy ez az az elem, ami idáig hiányzott neki, ez az, ami össze tudja fűzni ennek a regénynek a különböző cselekményszálait, és még Harry elmélkedéseit és filozofálásait is hozzá. És azt mondta, hogy őt elsősorban nem a krimi elem érdekelte ebben a történetben, ugye elmondom, hogy mik ezek a történetek, már nagyon véres, hogy nem a krimi elem érdekelte elsősorban ebben az egészben, hanem a vérivás oldhatatlan vágya, a leküzdhetetlen vágy, hogy a vámpirista gyilkoljon. A két történet pedig ugye a düsseldorfi vámpir, akit egyébként Péter Kürtennek hívtak, és a sajtó keresztelte a düsseldorfi vámpirnak, a 19. és a 20. század fordulóján élt Düsseldorfban. És a leghajmeresztőbb, legalábbis számomra a leghajmeresztőbb, amit csinált, az az volt, hogy megölt egy hattyút és megitta a vérét. Ez egyébként benne van a regényben, valaki elmeséli ezt a sztorit. A szakramentai vámpír pedig Richard Chase, ő 1950 és 80 között élt, és egy hónap leforgása alatt 6 embert ölt meg. Ivott a vérükből, megfürdött benne, és evett a testrészeikből is, de egyébként állatokat is gyilkolt, és velük sem, sőt állati vért injekciózott be magának, amitől persze beteg lett. Tehát igaz, amit mondasz, hogy talán ezzel a történettel távolodott el leginkább a valóságtól, és mégsem igaz, mert hát ugye ez is ezer szállal kapcsolódik a valósághoz, meg ugye a Renfield-szindróma, vagy klinikai vámpirizmus is egy valós hát jelenség, vagy rendellenesség, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt pontosan. És itt megint van irodalmi vonatkozás, mert Bram Stoker Drakulájának egyik szereplőiről nevezték el, aki pókokat, meg bogarakat eszik, vagy legyeket, azt hiszem. Meg hát ugye azzal is egyfajta történelmi kontextusba helyezi, hogy itt a gyilkosságok során egy tárgy nagyon fontos szerepet játszik, egy hiányan korabeli fogsor. Most megértem egy pillanatra, de ezt kiszabad mondani, mert rajta van a borítón, tehát van fogsor benne. Hogy ez is azért kapcsolódik a valósághoz, teljesen nem szakad el tőle. Ami pedig a dolog másik részét illeti, valóban a vámpirista volt a regénynek a munkacíme, és később, hogy miért változtat a szomjúságra, azt nem tudom, de én nagyon örülök. Azért, mert ez a szomjúság azért nagyon sok síkon megjelenik a történetbe, tehát így átszövi ezt a történetet. Amit nagyon könnyű tetten érni, az nyilván a vérszomi, mert hát ugye a vámpir és a vámpirista révén ez eléggé adja magát. Az alkoholra való szomjazás sem egy olyan nagy meglepetés, gondolom Harry Hole esetében, és elárulom, hogy a pohár fenekére néz megint. Tehát ugye ez is adja magát. Amit már sokkal nehezebb észrevenni, vagy sokkal egy mélyebb rétegben van, az ugye a tudás szomj, ami szintén ott van. Ugye Harry a rendőrtiszi főiskolán tanít, ahol a diákjait a tudás szomj jellemzi, a nevelt fia Oleg szintén odajár, és ő is tudás szomja veti bele magát a tanulmányaiba. Az egyik pszichológusra is ez leginkább a jellemző és nagyon komoly mozgatórugója a cselekedeteinek, illetve nála még a bosszú szomj, mint olyan is szóba kerül. És amit talán a legnehezebb észrevenni ebben a történetben az, hogy a légszomj is lépten nyomon előfordul. Nem számoltam meg, de lehet, hogy meg kellett volna, hogy hányszor hangzik el az oxigén hiány kifejezés, vagy az, hogy hirtelen nem kapott levegőt, vagy hogy nem volt a helyiségben semmi, amit belélegezhetett volna, vagy mintha valaki kiszívta volna a szobából a levegőt, ezek így visszatérnek és többször előkerülnek. Illetve hát, mondjuk ezt magyarul szeretetéhségnek hívjuk, nem akarom itt a szeretet szomj szót megalkotni hirtelen, de ugye ez is egy nagyon fontos gerince a cselekménynek, és ez már át is visz minket majd a másik sarkalatos ponthoz ebben a regényben. Ugye nagyon, nagyon sok szereplőt jellemez, és még egy utolsó gondolat mielőtt visszaadom, hogy a vérmotívum is ugyanígy, mint a szomjúság, nagyon, nagyon sok helyen megtalálható benne. Ugye rengetegszer elhangzik a vérbank és a vérfürdő szó, az egyik áldozatot kivéreztetik, az egyik szereplő betegsége is a vérrel függ össze. Az is többször le van írva, hogy Olegben egy csepp sem folyik Harry véréből. Ugye van egy szereplőnk, aki hematológus, és mit ad Isten az irodájának a falán, a vérző Krisztuslók. Tehát ez nagyon ilyen izgalmas ezeknek az apróságoknak a felfejtés, és tényleg érdemes egyszer úgy elolvasni, hogy az embert nem sodorja el így a cselekmény, meg az izgalom, hanem ezekre koncentrál, hogy ezek egy komplett hálót alkotnak, és nagyon jól összeállnak, és semmi nincs véletlenül, és minden mindennel összefügg.
Van viszont egy olyan dolog, ami nagyon is valóságos ugye a Szomjúság című könyvben, mégpedig ugye a Tinder randik, amiket nem tudunk ugye elmenni. Nem tudjuk ezzel mit akart az író bemutatni. Egyrészt a randiknak a veszélyességét, vagy inkább az abszurditását, hiszen tudjuk, hogy ez egy kicsit tehát ugye az ő törzs kávézójában ugye több ilyen úgymond beszélgetés ugye kihallgatott, és először azt hittem, hogy egy álláshirdetés, nem pedig egy randit hallgatott ki, hogy ezt valamit akart volna sugallni ezzel az író, vagy akart volna mutatni valamire, hiszen ez elég valóságos ahhoz képest, hogy ő azt mondta, hogy fikciókról ír. Igen, ez egy nagyon aranyos történet. Egyébként Nesbø 2015-ben kezdte el írni a Szomjúságot, és az általában is így van, ő azt mondta, hogy ő 2 évig ír egy regényt, és abból az első év az adatgyűjtéssel telik el, tehát így nem bízza a véletlenre a dolgot. És 2015-ben történt, akkor is mesélt el egy interjúban, hogy a törzskávézójában volt, 17 éve ez a törzshely egyébként, azt hiszem, hogy idén bezárt, úgyhogy itt most lesz majd egy kis probléma. Azt mondta, hogy sokkal jobban tud úgy koncentrálni, hogyha ki kell zárni a zavaró tényezőket, úgy mint zaj, és otthon a csendes lakásában nem tud ilyen koncentráltan dolgozni. Na és ott ült ebben a kávézóban, és egyszer csak figyelmes lett egy fiatal párra egy szomszédos asztalnál, akik egymással szemben ültek, a kezük az asztalon volt, egymás szemébe néztek és beszélgettek. És először valóban azt hitte, hogy egy állásinterjúnak a szemtanúja, mert olyan kérdéseket tettek fel egymásnak, hogy mit akarsz csinálni 5 év múlva, mik a legjobb tulajdonságai, tehát ilyen tipikus állásinterjús kérdéseket. Aztán arra lett figyelmes, hogy ehhez azért túl lezserül vannak öltözve, meg egy idő után elkezdtek olyasmiről beszélni, hogy macskás vagy-e, vagy kutyás, és akkor így rájött, hogy ez nem állásinterjú lesz, hanem nagy valószínűség szerint ők az interneten ismerkedtek össze, és ez volt az első randiuk. Egyébként vicces, mert nem lövök le nagy poén, de ezt muszáj elmondanom, hogy a Szomjúságban van egy olyan jelenet, amikor Mehmet a csapos kihallgat egy Tinder randit. Szerintem ez egy kicsit ilyen önreflexió, de saját magát írta meg. Próbál közben Mehmet úgy tenni, mint aki nem figyel, ott nem tudom, poharakat törölget, vagy mosogat, valamit ott tesz-vesz, mint aki egyáltalán nem persze közben hegyezi a fülét, és később, amikor a rendőrök kikérdezik erről a Tinder randiról, akkor is állandóan próbál magyarázkodni, hogy nagyon hangosan beszéltek, nem lehetett nem hallani. Senki nem volt éppen itt, teljes csend volt, muszáj, egyszerűen meghallottam véletlenül, de nem hallgatóztam. Ez egy kicsit ez ilyen kikacsintás az olvasóra, aki ismeri ezt a háttértörténetet. És most 2017-ben, amikor már lehetett tudni, hogy ezek a Tinder randik be fognak kerülni a Szomjúság történetében, akkor mesélt el, hogy számára ebben az egész kihallgatott párbeszédben nem is annyira az volt az érdekes, hogy ez most veszélyes vagy nem veszélyes, hanem sokkal jobban vonzott a párbeszéd kínossága. Hogy ott ültek egymásra szembe, és a fickó beszélt a munkájáról, és a lányon látszott, hogy rettenetesen unja, de azért persze kedvesen mosolygott, meg bólogatott, és úgy látszott, hogy a pasas is érzékeli, hogy mutatja a partnerét, azért befejezte a gondolatot, vagy a sztorit, és Nesbø úgy érezte, hogy ezekben a randikban így koncentráltan megjelenik az ember vágya a kapcsolatok iránt, vagy az emberi közelség iránt, a szeretet iránt, a melegség iránt. Most, persze nyilván azt nem mondhatom, hogy ez a történet egyáltalán nem szól a Tinder randik veszélyeiről, mert hát finoman fogalmazunk, hogyha azt mondjuk, hogy nem sülnek el jól a Tinder randik, tehát elég sokan rajta vesztenek ezen a dolgon. Ugyanakkor én sokkal hangsúlyosabbnak érzem a dolog abszurditását, és az egybevág azzal, amit Nesbø mond, kivételesen egyetértek vele, ez egybevág azzal, amit ő mondott, hogy az egész helyzetnek az értelmetlensége, hogy így nem fut ki sehova. Tehát még akkor is, hogyha csak egy éjszakás történetekről vagy alkalmi kapcsolatokról van szó, akkor is elmaradnak ezek a nagy boldog beteljesülések. Ugye van az egyik rendőrnő, Katalina Brandt, aki szintén tinderezik, csak hogy ismét azt bizonyítsa Nesbø, hogy az ő pozitív főhősei sem jobbak az átlagnál, de ők is tök olyanok, mint mi vagyunk. Ő az, aki többször elhatározza, hogy na most már aztán törli az alkalmazást a telefonjáról, kész, ennek vége van, és mégsem teszi meg. Tehát mindig az van benne, hogy mi van, hogyha pont most jön el az igazi. Csak még egyet. És azt hiszem, hogy őt két ilyen randira is elkísérjük. Hát egyik se a boldog beteljesülésről szól. Oda is jutnak el, hogy egy éjszakás kaland legyen belőle konkrétan. Tehát, hogy így tényleg ennek az egésznek az abszurditása és értelmetlensége. Tehát persze egy sor más kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban a regényben. Ugye több szereplő töpreng azon, hogy
mennyire vált függővé, vagy hogy függővé lehet-e válni, hogy mennyire valós pszichológiai vagy pszichés igényt fednek le ezek a szolgáltatások, vagy ugye az is többször előkerül, hogy mennyire hamis képet festünk magunkról az online térben, és itt szerintem el lehet nyugodtan szakadni a Tindertől, mert összes többire is ez az igaz, hogy az ember szereti azért jó színbe feltüntetni magát, és hát ami mondjuk szégyennivaló, vagy rossz fényt vetne rá, azt nem rakja ki a kirakatba nyilván, és ez valamiféle eltorzított valóságot eredményez. Úgyhogy igen, én az abszurditást éreztem hangsúlyosabbnak. A kötetben ugye feltűnik egy ifjú rendőr, aki elég sok mindenet hasonlít Harryre. Akár ő lehet az utódja? Mit gondolsz erről? Erre a kérdésre tudok a legkevésbé exakt választ adni, mert most már azt mondtam, hogy sajnos én sem látok bele Nesbitt fejébe, de lehet, hogy nem sajnos, tehát lehet, hogy így jártam jobban, hogy nem látok bele a fejébe. Minden esetre ugyanúgy találgatni tudok, mint mindenki más. Magamtól nem jutott eszembe ez a dolog, de máshol már olvastam, hogy ő egy ilyen Harry Hole leutánzat, és kétségtelenül van benne valami, tehát mindenféleképpen érdekes ez a felvetés. Sokban hasonlítanak, külsőjükben mindenképpen ugye magas, szőke, sármos, bár mondjuk szerintem ez a srác sokkal szívtöglesztőbb. Tehát Harry úgy szoktam ezt bejellemezni, hogy szép csúnya arca van, ez így kötőjellel. Mondjuk nem tudom, nyilván valakinek a fél arccal leszakadt egyszer, akkor az, ugye, tehát ennek azért vannak nyomai ennek a múltnak, és azért így nehéz szívtöglesztőnek apostrofálni. Meg hát azt hiszem, hogy a cinizmus is közös bennük. Egymástól függetlenül a regény két különböző pontján mind a ketten megjegyzik, hogy ők gyanúsnak találják azokat az embereket, akinek Y-ra végződik a vezetékneve. Megjegyzem, a Harry is Y-ra végződik. Szóval így van bennük valami, meg egyébként azt hiszem, hogy ennek a fiatal srácnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy jó skandináv nyomozó legyen, mert hogy elég zaklatott gyerekkora volt, az édesanyja meghalt, és az édesapjával rossz viszonyban van, tehát így eleget tesz a kritériumoknak lényegében. Én is úgy éreztem egy kicsit azért, hogy ő egy ilyen tanítvány, tehát többször így oktatgatja a történet során, hogy mit, hogyan, meg merre, miért. Kicsit a Jack Halvorsonre emlékeztetett az előző fiatal tanítványra, azt hiszem a Megváltóban váltunk meg tőle, ott ért az ő történet a tragikus véget, tehát meghalt. De az, hogy most esetleg lezárul a Harry Hole sorozat, és mondjuk így kinő belőle egy másik széria, aminek ez az Annes nevű srác a főszereplő, nem tudom. Mondjuk ma annyit gondolkodtam rajta az elmúlt pár napban, hogy már nem is érzem annyira lehetetlennek. Nem tudom, tényleg nem tudom. El tudom képzelni. És ha itt lesz, akkor kíváncsian várom, hogy alakul ez a dolog. A szerző egy interjúban azt mondja Harryről, hogy nem azért nyomott, mert szereti a munkáját, hanem mert úgy gondolja, hogy ő a legjobb, és már egy outsidernek érzi magát, mégis felelősséget érez. De ezzel ellentétben sok helyen az új kötetben is Harry a saját belső monológiaiban attól fél, hogy jobban hasonlít a gyilkosra, mint a saját rendőrtársaira. Ez a motívum viszont időről időre ugye feltűnik ebben a kötetben. Honnan lehet ez a félelme a nyomozónak? Lehet rá valami magyarázat erre? Mindenesetre megpróbálok adni. Azt nyugodtan leszögezhetjük, hogy Harry nem szereti a munkáját, ugye ezt nagyon sokszor elmondta, ebben a kötetben is nagyon sokszor elmondja, főleg a Dr. Stephens-szel ezzel a hematológussal folytatott párbeszédeiben, aki egyébként szintén nem szereti a munkáját, és ugye azért csinálják, ugye, mert mind a ketten ebben jók, valahogy úgy fogalmaznak, hogy ez az igazi átok, amikor olyasmiben vagy jó, amit egyébként utálsz. Ezen kívül, és egyébként én itt éreztem, nem tudom, lehet, hogy csak azért, mert ez a cselekmény él most ugye legfrissebben a fejemben, de itt éreztem a leghangsúlyosabbnak azt, hogy Harry nem sokban különbözik azoktól a bűnözőktől, akiket ő üldöz, és nagyon sokat tépelődik azon is, hogy nem becsvágyból cselekszik-e. Tehát, hogy nem az egyéni becsvágy az, ami őt motiválja, ahelyett, hogy a társadalom jobbító szándék motiválna. Egyébként Nesből megerezte ebben a történetben még egy olyan szintén kicsit önreflexív, és szerintem nem minden humor nélkülöző megjegyzést is, hogy ugye a nagy Harry Hole visszatért most és megmenti a világot. Én ebből arra való utalást olvasok ki, hogy ugye itt volt ez a 4 éves szünetnek, hogy azt hittük, hogy a 10. kötet lesz utolsó, és akkor most a nagy Harry Hole visszatér. Egyébként Oleggel mondatja ezt a dolgot, de hogy több szereplő is személyre veti Harrynak azt, hogy ő ilyen egyéni hőstetteket akar véghez vinni, és nem a társadalmat szolgálja. Márpedig ugye rendőrként nyilván ez lenne a hivatása. A Stole Eune nevű pszichológus barátja is, amikor egyszer megkéri, hogy segítsen neki felállítani a gyilkos profilját, akkor visszakérdez, hogy neked vagy nektek.
Tehát, hogy most ide a rendőrségről beszélünk, vagy Harry Hulléről beszélünk, vagy nem tudom, amikor elárulja Aurora titkát, ott is azért elég keményen beszél vele, hogy egészen addig megtartotta a titkot, amíg nem volt egy nagy Harry Hulé ügy, amit ő feltétlenül szeretne megoldani, és akkor feláldozta inkább egy kamaszlány bizalmát, hogy célt érjen. Ez ugye megint, ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél, csak megint nagyon messzire megy vissza, és nem akarok itt állandóan a irodalom történeti mélységekbe válkálni, de ugye, hogyha megnézzük a klasszikus detektív történeteket, ott ugye az van, hogy a detektív egyrészt nem hivatásos rendőr, tehát műkedvelő detektív, vagy nem tudom, mit kéne mondani rá, másrészt pedig ők mindig makulátlanok, és a társadalom felett állnak. Tehát ők nem is változnak, nem is fejlődnek, nem is töprengenek saját magukon, nincs olyan fejlődniük, már most hibátlanok. És pontosan a makulátlanságukhoz képest lesz a bűn még förtelmesebb, és pontosan a makulátlanságuk miatt lesznek ők hivatottak arra, hogy felszámolják a bűnt. Most Harryról sok mindent el lehet mondani, de az, hogy makulátlan lenne, az nem, tehát ő bűnösebb a bűnösnél. Ugye tudjuk, hogy folyamatosan rosszban van Oleggel is, Rákellel is, elég sokáig ilyen sevelet senélkület kapcsolatba, állandóan ki akarják rugni, meg akarják ölni, levágják a fél kezét, tehát tényleg folyamatosan küzd az alkohollal, ugye, rövid ideig még a drogokkal is szoros barátságot ápol, tehát hogy így minden van körülötte, rémálmok, gyötrék, azt mondjuk ki is felejtettem, nyilván nem teljes a lista, és ugye kétféleképpen tud megnyugvásra találni, vagy úgy, hogy jön egy gyilkosság, és megszállottan, vérben forgó szemekkel elkezdi üldözni a gyilkost éjnappal látéve. Tehát olyan nem létezik, hogy lejárt a munkaidő, becsukja az ajtót és kész vége, tehát akkor ő tényleg nyomoz megállás nélkül. Vagy úgy, hogy a pohár fenekére néz, tehát ez a másik megoldás, hogy ott tartja a Jim Beamet a mosogatónak. És mindezzel együtt, ja igen, és hogyha neki nem, és akkor ugyanígy annyira fontos a gyilkos elfogása, hogy akár hajlandó a szabályokat is megszegni. Tehát mit neki rendőrségi szabályzat, mit neki törvény, mert ő ezeken simán átgázol azért, hogy elérje a célját. Ez nem probléma. És hogyha ugye nem lennének ilyen kiváló eredményei, meg nem állna a háta mögött a gyilkossági csoport vezetője Gunnar Hagen, akkor ő neki már rég nem lenne munkája. És igazából az a nagyon paradox ebben az egészben, hogy annak ellenére, hogy ő ilyen végletekig excentrikus és extravagáns figura, és nem tisztel se Isten, se embert, hogyha neki gyilkost kell üldöznie, mindemellett tulajdonképpen végig az átlag értékrendjét képviseli. Tehát azért az elég fura lenne, hogyha mondjuk helyeselni az állatkínzást, vagy azt mondaná, hogy teljesen rendben van a barna hajúak börtönbezárása, de nyilván nem mondhat olyan dolgokat, amit az átlagember, tehát mondjuk mi nem tudunk elfogadni. Ő mindvégig azt az erkölcsi rendet képvisel, amit mi valamennyien képviselünk, és igazából ő a jó ügyért harcol. És helyreállítja a világ erkölcsi rendjét, ami ugye a bűn elkövetésével megsérült. Úgyhogy ez a nagyon érdekes ebben a kérdésben, hogy ez ilyen kettős, és igazából ez az egész karakternek az alapvetése, ugye, és ez lehet az ok annak, hogy egyáltalán ez a kérdés. Hát az ő fejébe is, meg a mi fejünkben is felmerül. Tudjuk azt, hogy a szerző a Harry Hole sorozaton kívül több más thrillert is írt, de érdekes volt, hogy ezek korán sem akartak olyan hatalmas nagy sikert, mint ez a széria. Lehet, hogy az olvasók már annyira összekötötték az írót a főhőssel, hogy más szereplőket már nem tudnak fogadni, vagy mi lehet ennek az oka? Egyébként ez nekem nagy szívfájdalmam, hogy azok a kötetek nem voltak annyira népszerűek, mert én nagyon szerettem őket. Tehát való igaz, hogy lassú sodrású történet. Most konkrétan egyébként a 2011-ben megjelent fiúról beszélek, illetve a két kisregényről, a Vérahavon és a Fehér éjszaka, ami 15-ben látott napvilágot. Szerintem a fiú az például egy nagyon-nagyon jól összerakott történet volt, ott megkaptuk a szokásos bonyolult cselekményvezetést, a félrevezetésekkel, kitérőkkel. Nagyon klassz volt, ahogy ez az egész keresztény szimbolika átszőtte a történetet. Ugye a főhős a fiú, a Krisztus értelemben fiú, aki harcol az apjáért, valami egészen furcsa megváltás történetben. Ő egyúttal a bosszú álló angyal és a halálosztó, és mégis ő az áldozat, és ő az itt. Tehát ilyen nagyon-nagyon erős ellentétek jellemezték ezt a regényt, és szerintem ez nagyon-nagyon jó volt összerakva, és képes volt azt elérni mondjuk, ami nem tudok más mondani, csak az, hogy írói bravúr, hogy én, aki ugye szintén az átlag értékrendjét vallom, egy drogos gyilkosnak szurkoltam.
és azt kívántam, hogy legyen minden jó, és alakuljon minden úgy, ahogy ő azt elképzelte. Tehát szerintem ez a Sony nevű srác, ez egy szerethető karakter. És egyébként Nesbø azt mondta, hogy amikor megalkotta Harry Hole alakját ugye a denevér emberbe, valahogy úgy kezdődik az egész, hogy egy szállodában egy prostituáltal találkozik, és amikor ezt jelentett megírta, hogy arra gondolt, hogy a nők a büdös életben nem fogják szeretni ezt a fickot, kizárt. Na és most ehhez képest azért nem jött be. Tehát így szerintem Harry van annyira férfiasan macsó, vagy nem, szerintem egyszerűen csak a nőket vonzák a rossz fiúk. De ő nem ezt, Nesbø nem ezt vélelmezte. Én azt gondolt, hogy azért szeretik a nők Harryt, mert hogy ilyen anyai érzelmeket vált ki belőlük. Szerintem nem. Szerintem Harry nem az az elesett gyámoltalan karakter, aki felé nagyon-nagyon anyáskodni kéne. Viszont például ez a Sony gyerek a fiúban, és speciál pont az, aki kiválthat anyai érzelmeket az emberekből. A két kis regény pedig ugye a Vérahavon és a Fehéret. A Vérahavon az egy diszlexiás bérgyilkosról szól konkrétan, aki saját bevallása szerint semmi máshoz nem ért, csak emberöléshez. És a diszlexiája sem akadályozza meg abba, hogy sokat olvasson. Na, ő például egy abszolút szerethető karakter. És ennek én úgy éreztem, hogy ennek a kisregénynek meg az volt az erőssége, hogy itt tényleg ilyen néhány ecsetvonással fel tudott rajzolni egy olyan figurát, akivel így az első perctől kezdve tudtál rokon szenvezni, annak ellenére, hogy mondjuk halomba öl mindenkit a történet folyamán. Tehát ez is azért, tehát kell valami írói eszköz, amivel ezt eléri. Itt van valami titok. A fehér éjszaka pedig ugye egy menekülés történet, az Ülf nevű főhős elkövetett valami stiklit Oszlóban, és most az egész alvilága nyomában van, és szeretné holtan látni. Ezért ő egészen lapföldig fut, ahol bekerül egy ilyen kis közösségbe, ahol megismerjük a lapok életformáját és szokásait. Itt meg ami szerintem brilliáns volt, az atmoszféra. Tehát ez az egész, ahogy a lapoknak az életét, a szokásait, ugye a vallásokat leírta, mert hát az egész millió, a természeti környezet, hogy ott szerencsétlen Ülf egy vadász kunyhóban rettegve várja a halált, és léptek zörögnek a zavaron, és néha megjelenik egy szarvaspika, és hallani a faluban megkonduló harangnak a hangját. Tehát ez is valami valahogy úgy tudott ilyen nagyon röviden, és nagyon tényleg néhány ecsetvonással felvázolni egy ilyen világot, hogy ez azért emlékezetes marad. És én tényleg nem tudom, hogy miért nem voltak ezek annyira népszerűek, viszont vettem magamnak a bátorságot, és így utána néztem, hogy mi az, amit nehezményeznek az emberek, már csak hogy tudjam. És a fiúval kapcsolatban például nagyon sokan azt vetették fel, hogy túl amerikai volt, és hogy a szerelmi szál hiteltelen volt, és túl rózsaszín volt a vége. A kisregényekkel szemben pedig ugye szegény Olavval szemben, aki egyébként Szent Olavról kapta a nevét, aki ugyanúgy, mint a történetbeli Olav, hát nem volt éppen gyengéd, mert hogy tűzzel vassal próbálta keresztény hitre téríteni a népét, és ő is halálosztó volt lényegében bizonyos szempontból. Szegény Olavval szemben meg az volt az egyik kritikai észrevétel, hogy teljesen valószínűtlen, hogy egy bérgyilkos szabad idejében Hume műveit lapozgatja. Hát a fehér éjszakánál pedig ugye nagyon sokan úgy érezték, hogy ez inkább egy romantikus történet, ami meg van tűzdelve krimi elemekkel, úgyhogy alapvetően szerintem tényleg arról van szó, amit te mondtál, hogy az olvasók abban a hibába estek, hogy nem önmagukhoz képes nézték ezeket a könyveket, hanem óvatatlanul elkezdték a Harry Hole sorozathoz hasonlítani. És hát más, na, szóval más. Nem véletlenül a sorozaton kívüli könyvek, furcsa lett volna, hogyha pont ugyanolyanok, de tényleg mások Harry Hole sorozathoz képest. Ugye a kisregényekben nyilván nem olyan bonyolult a cselekmény, nem olyan összetett, nem olyan szertágazó, de hát ugye a rövidebb prózai műfajoknak ez a sajátjuk. Mondjuk egy novellába se lehet leírni a, nem tudom, egy regény folyamnak a cselekményét, mert egyszerűen nem lehet, meg nem is kell, mert hát nem erről szól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó nyomon jársz, amikor azt gondolod, hogy nagyon Harry Hole-hoz kötötték Nesbø alakját, és mindenhol azt várják el tőle. Mondhatnánk azt, hogy a 2017-es év az a jó Nesbø éve volt, hiszen egyrészt megjelent ugye a Szomjúság, másrészt pontosan 20 éve jelent meg az első Harry Hole regény, ugye Denevér ember, és ugye most összekerült moziba ugye Hohenberg című könyvének ugye megfilmesített változata. Bár mondhatnám, nem az ő hibája vagy nem hibája, hogy a kritikusok nem éppen jól fogadták ugye a filmet. Nem tudom, hogy te láttad-e a filmet, ha igen, akkor szerinted igazuk volt, vagy nem? Én láttam a filmet, és sajnos én kitevők a fanyalgókkal egyetérteni, tehát én sem voltam így teljesen meggyőző, vagy teljesen elragadtatva ettől a filmtől. Most ez egy dolog, hogy nagyon más, mint a könyv, mert a filmek általában nagyon mások, mint a könyvek, tehát nyilván egy film teljesen máshogy
máshogy mutatja be a témáját, vagy máshonnan közelít a témájához, de itt ugye alapvető strukturális változtatások is voltak, amik azért így eléggé elszúrták a dolgot, de ugye már rögtön az elején így szembesülünk azzal, hogy lett a gyilkosból gyilkos, amiért ugye a skandináv krimiknél a nagy hármasnak az egyike, hogy meg tudjuk-e magyarázni, hogy hogyan, vagy hogy pontosabban miért jutott el ide valaki, hogy a bűn útjára lépett, ugye itt kérdezted, hogy milyen pszichológiai magyarázatok lehetnek. Meg hát számtalanságból vérzett a történet, így nem tisztem átvenni a filmkritikusok szerepét, és ezt elmondani, hogy el lehet olvasni mindenhol. Többnyire jogosak az észrevételek. Pedig így ugye a természeti képekre nem nagyon lehetett panaszunk, mert hogy azért azok eléggé impozánsak voltak. Meg szerintem a szereplőválogatásra sem nagyon lehetett panaszunk. Valaki, mert az tökéletes volt, tehát abszolút így képzeltem ezt a Rafton nevű fickot, szóval az, amikor megláttam, hogy teljesen oda voltam. Nagyon ritka ez, amikor az ember azt mondja egy regény után, hogy pont ezt az embert kellett odarakni, igen. A többiekkel sem volt alapvetően nekem nagy problémám, nem állítom, hogy ez volt életük alakítása, de hát ugye azért megtették, amit tudtak. Viszont így igen, sajnos én azt gondolom, hogy a kritikáknak az öme azért jogos ezzel a filmmel szemben. Csak még egy hozzászólás. Én olvastam ugye a főszereplőnek, Fassbendernek egy nyilatkozatát, hogy a rendező által direkt tért el a könyvből, tehát ugye egy kicsit átírta. Ez szerint inkább rossz döntés volt, mint jobb lett volna, ha követte volna ugye magát a könyvet, vagy akkor ez így jobb lett. Igazából nem tudom, hogy mennyire lehetett volna ezt a könyvet követni, még sose rendeztem filmet, de azért biztos, hogy bizonyos dramaturgiai dolgokat tiszteletbe kellett volna tartani, és az előnyére vált volna ennek a történetnek. Azt tudom még mondani, hogy Younes ő azt mondta, hogy így is tett, hogy ő nem vett részt ennek a filmnek, tehát tevőlegesen nem vett részt a forgatáson, mert ő azt mondta, hogy ő megírta a könyvet, ő adott egy alapanyagot, a filmkészítés az nem az ő dolga, ő nem akar ebbe beleszólni, illetve hát a legutolsó interjúban, amit olvasom, tőle, akkor azt nyilatkozta, hogy még nem is látta. Tehát amikor premier volt, akkor ő sziklát mászott tájföldön, szóval én nem mondanánk, hogy égett a lelkesedéstől, hogy a moziba rohanjam. Nem tudom miért, nem mondott róla semmit, én nem bocsátkoznék feltételezésekbe. Illetve igen, én is olvastam erről, hogy szándékos volt a könyvtől való eltérés, és azt hiszem, hogy Fassbender azt is mondta, hogy ezért nem olvasta el a többi Harry Hole regényt, hogy nehogy megzavarja a regényben ábrázolt karakter. Mindenesetre azért itt voltak olyan érdekes dolgok, ami több kritikusnak is szemet szúrt, és én is észrevettem, hogy amikor a trailert láthattuk, mint egy X hónappal korábban, azért abban voltak olyan jelenetek, amik a filmben utána meg nem voltak benne. Úgyhogy itt azért mindenképpen volt valami olyan művelet, ami szerintem ártott ennek a történetnek. Nem tudom, esetleg van valakinek kérdése? Hát, hogyha nincs, akkor köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor nem tudom, hogy teszek, vagy a kvízt ugye azt összeszedjük, és utána sorsolunk. Köszönöm. Én is köszönöm.